Sziasztok, ez itt a Kutyinfo Podcast új része. Én Láng Dávid vagyok, és Olá Jánossal fogok beszélgetni, aki Budapest 6. kerületében, vagyis Terézvárosban indul listavezető önkormányzati képviselőjelöltként az MKKP színeiben. Szia! Sziasztok! Mutatkozz be, kérlek a hallgatóknak röviden, hogy mit érdemes tudni rólad, hogyan kerültél kapcsolatba a kutyapárttal, miért döntöttél úgy, hogy szeretnél önkormányzati képviselő lenni? Én szegedi származású vagyok, és ott még 2006-ban ismerkedte meg a kutyapártal, akkor még mind csak mémmel, a kétfarkú kutya mémmel. Amikor a Kovács Gergő ott élt és tevékenkedett, meg járt egyetemre, akkor Sten és nyomott föl pár ilyen kétfarkú kutyás teget, meg pár ilyen azóta klasszikussá vált mémet, hogy hegyet szegednek, meg akkor már volt az örök élet ingyen sör, az élet szép, meg ilyen ö, eladó a muskátlim, de mégsem. Szóval ezek a, azóta, mint Budapesten is megtalálható gegeket. És akkor is tök szimpatikus volt ez a dolog, de kb. ennyit lehetett róla tudni, hogy van egy srác, vagy egy-két srác, aki ö, tegelget. Így Szegedem. Aztán később, nem is tudom, 7 vagy 8 évek később, vagy 5-6 évek később vált valamilyen megnevezhető formátummá, ugye a kétvarkú pártá, és tökre meglepett, de ilyen jó, jó érzéssel, így meglepett ez a dolog, hogy ez még mindig van, és ő még mindig működik, és mindig tevékenykedik, és aztán még még inkább örömet el, hogy ez most már pártá is alakult, de így meg a 2010-es években nem terveztem, vagy nem, nem gondolkodtam azon, hogy közéletben vagy politikai szerepelásban részt vennék, de aztán 2021-re jutottam el oda, hogy, vagy nőtt meg bennem annyira már a tenni akarás, hogy jelentkeztem passzivistának végül, mert, mert 10 x éve szimpatizáltam a kétforgó kutyapárttal, de aztán az akcióik, meg azt, hogy a civilek között a kampányra szánt pénzt szétosztották, vagy most már mondtad, vagy szétosztottuk, és e, tök jó ezt így kimondani, tudod. Szóval, hogy a civilek között szétosztották a, a kampányra szánt pénzt, amiből most aztán miatt ugye nem tudtunk kampányolni. Ezek mind olyan dolgok voltak, hogy mint a busz megálló felújítása, a WC papír belopása a kórházakba, szappan belopása a kórházakba, négy színfestés, ezek mind olyan dolgok voltak, ami miatt úgy éreztem, hogy ez a, ez a, nekem megfelelő párt, egyik másik pártal sem szimpatizálok kifizetten, sőt egyáltalán, és itt éreztem azt, hogy ilyen alulról szerződő módon lehet tevékenyem tenni a közéletért. És említetted, hogy szegedi származás, vagy alapvetően hogyan költöztél Budapestre, és az emberi pont a hatodik kerületbe? Ez úgy történt, hogy filozófia szakra jelentkeztem, és a szabadbölcsészetre jelentkeztem, és és az eltére. Fölvettek, vagy elkezdtem, fölvettek, és még nagyon-nagyon régen, mert több, vagy kb. 25 éve, amikor az egyik nővérem fölköltözött, akkor, akkor, jó nagy hitellel vettek itt a szüleim egy lakást, Terézárosban, és, és igazából oda költöztem, itt végeztem filozófia szakon, aztán vallástudományt, mesterszakon, aztán voltak volt először egy állami munkahelyem, aztán privát cégeknél dolgoztam. Egyébként kicsit visszacsatol az előző témára az állami munkahelyen, amit nem akarok megnevezni. Ott lettem igazán kutyapártos az ottani munka körömből Eredően kellett bejárnom különféle kórházakat, és pont akkor volt ez a kórházas akció, hogy beloptak vécipapírokat, meg szappanokat a kutyapártosok, és akkor örökre megnyerték munkat a szívemnek. Szóval így Terézváros, de igazából már, már, gyerekkorom óta valahogy tudod, amikor Szegedről leszállsz a nyugatiról, valahogy nekem mindig is ez volt Budapest. Ez, ez, a, ez, a, része volt igazán nekem Budapest, ez a Terézvárosi rész. Most lehet, hogy ez nagyon ilyen, ilyen felvágósnak hangzik, de, de tényleg így van, mai napig megyek oktogonról a hősök felé, nekem az, az a, az Budapest, tudod, az, a, az adja ezt a Budapest érzetet. És mivel itt élek, ezért itt szeretnék tevékenykedni, itt, 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 szeretném jobbá tenni a környezetet, tudom magam körül minél jobbá tenni a, az élőhelyet. A Terézvárosi Szervezetnek korábban nem igazán volt önálló arc, leginkább az Erzsébet városival összeolvadva működött, mivel ugye az országgyűlési választás is egy körzetet alkot a két kerület. Mit tettél te eddig, hogy elválaszd őket egymástól, mennyire lehet? Hát eddig én semmit, ha átjössz a Király utca hatodik kerületi olárok, mert te is érzed, hogy jobb a levegő, tudod, meg a, oda, oda süt a nap mindig, valahogy, még este is, és, és, de mindenki érzi, hogy ez a, az, a jobb oldal, tudod. Meg, ö, meg, hogyha nyerek, akkor én, én olvasztom majd egybe Terézvárost, Erzsébetvárossal, és nem a Terdik fogja ö, fordítva szóval, mert eredetleg amúgy Terézváros volt az egész, aztán a Sisi tiszteletére ketté választották. Na de én eddig, eddig én a kampányban tevékenykedtem, a mostani kampányban tevékenykedtem először, én viszonylag későn kerültem be ebbe a csapatba. Azt tudom, hogy volt itt a Tiananmen téri mészállásra egy ilyen megemlékezés, hogy pont a Terdik Roland kommunikációs igazgató úr kezdeményezésére, hogy a kínai nagykövetség elé, ami ugye a hatodik kerületben van, oda lemakettezte ezt a vérengzést. Volt helyi akció, még szemétszedés, az is, még a Kovács Gergő, meg a Szuzi is részettek a értékben egy mávhoz tartozó, de a hatodik keletben lévő mávhoz tartozó területről szedtek, horgáztak ki szemetet. Bár az országos megmozdulás volt, de itt volt ugye a menekült, a ukrajni háború kitörésekor a nyugati térnél a Helpsátor, országos megmozdulás, de az is Terézváros adott neki otthont. Én igazából, ha bekerülök az önkormányzatba, úgy érzem, hogy. Tehát most is szervezünk akciókat, már most májusban, meg a nyár folyamán, de, de határozottan elkötelezett vagyok amellett, hogy itt, itt, itt építsem a helyi szervezetet, és itt működjek, mint kutyapártos. Ugye a hatodik kerületet 2019 óta a Momentumos Sopron itt a más vezeti, aki a kevésbé konfliktusos polgármesterek közé tartozik, a legtöbben el szokták ismerni a teljesítményét. Neked mi a véleményed az ő eddigi munkásságáról? Ő tényleg tesz dolgokat, tehát hogy látványosan, főleg más kerületekkel összevetve látványosan van fejlődés. Általában a többi kutyapártos kolléga vagy egy passzivisták, amikor felmerül, fölmerül, hogy melyik követben, mi a helyzet, milyen gondok vannak, vagy miket csinál, vagy miket nem csinál az otthoni városvezetés, akkor általában így kedve tudják le, hogy hát volt a Soproni az a övékhez képest, az, az sok, sokkal sok jobb, legalább csinál valamit. Nekem a bajom az, hogy hogy bár tényleg tesz dolgokat, tehát látom, hogy zöldít, van egy baromi kezdeményezés, ez az egyik ilyen top érdeme, ez a köztisztasági forródrót, hogyha valahol látsz egy halom szemetet, vagy valami piszkot az utcán, akkor van egy telefonszám, följúvod, és 10-20 percen belül ott teremnek a közszolgák, és ott föltakarítják baromi jó, én is hívtam, kampány során is hívtuk, tényleg baromi kezdeményezés, viszont ez nem Proaktív. Szóval ez igazából a terizárosi polgárokra bízza, hogy most fölhívják, vagy nem beletörődnek, hogy ott van a Radi utca sarkán a kutyapiszok, vagy nem. És ezt kéne szerintem fejleszteni, hogy hogy ne csak a terizárosokra várjunk, hogy fölhívják ezt a vonalat, hanem a félreelső bucákat is jobban takarítani, mert például a Hunyadi tér, meg a turisták által jobban látogatott területek egész jól rendben vannak tartva, de az ilyen utcák, Szondi utca, Podmanicki utca, onnan is ugye elvitték a kukákat, de továbbra is kilép oda az ember, és hát a gyomra. Érted? És az baj, hogy nem, ezt nem, nem, én találtam ki, vagy nem az volt, hogy én most hasam hanem járva kelve a városban ezt látom, és most a során is Egyre több, többen mondták ezt, hogy hogy tényleg a Hunyadi tér, például a Jókai tér, Nagymező utcának egy bizonyos része tök jól rendben van, meg föl, de a többi az, az meg el van hanyagolva. Most nagyon nagyon a városfelújításban az elmúlt fél évben. Konkrétan tavasz elejétől nagyon pörög, egyre többet zöldítenek, egyre több mindent újítanak föl, de az elmúlt négy és fél évben ez a tempó nem volt meg ezt. Nagyon remélem, hogy megmarad a választások utára is ez a tempó, csak általában tudott tartul az ember, hogy ez elveszik. Van még több uh, kiadatlan üzlet uh, Terézvárosban, tudod, Covid óta uh, egyre több a, a kiadatlan üzlet, üzletelésségű önkormányzati tulajdon, albérlet, és uh, párat ezek közül felújítottak, viszont nem mindegyik kerül fel a helyi honlapra, Terézárosi honlapra, ha nem folyton arra az utcán, akkor nem látod ezeket a kiadó ezeket kell jobban meghirdetni, akár olyan feltételekkel, hogy ne álljanak most már húzamosabb ideig, mint hogy az eddig volt, ne romoljon tovább az állapotok, hanem kedvezményesen kiadni akár civil szervezeteknek, vagy kisvállalkozásoknak, akár olyan feltételekkel is, hogy csak a rezsét meg a közös költséget fizessék, és bizonyos idő után, meg ha úgy látjuk a mérlegükben, hogy, hogy fejlődik a cég, a prosperál, akkor esetleg lehet róla szó, hogy emelünk a bérleti díjon, de mondjuk ők újítsák fel az üzletet, és addig pedig kapassák meg kedvezményesen. Mivel ugye a kutyapárt nem indít polgármester jelöltet a kerületben, megkérdezem, hogy te adott esetben szavaznál is Soproni Tamásra? Nem, 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 nem szavaznék. Akkor Elég ennyivel le tudom, vagy. vagy Akkor nem fogsz szavazni ezek szerint a polgármester jelölti? Nem, 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 nem fogok egyik jelöltre se fogok szavazni. Kifejezték többen a sajnálatukat, hogy nem indítunk polgármestert, de nem fogok senkire szavazni. És milyen a viszonyatok egyébként, találkoztatok, vagy beszéltetek már személyesen? Hát, ö... adom, a Soproni adott össze minket meg a feleségemet, szóval onnan, ha máshonnan nem ismerjük egymást, de még egyetemről, látásból ismertem, igazából a fél momentum alapító csapatát onnan ismertem, én, én ezért, ezért nem, nem kedvelem például a momentumot, ott a tagság felét, még az eltéről ismertem, is, nagyon-nagyon nem volt jó benyomásom róluk. Tény, hogy a Soproni volt a leg, normálisabb közülük. Ő szerintem nem emlékszik rám, plusz még az alpolgár, egyik alpolgármesterét ismerem kicsit jobban. Ővelük találkoztam a kampány során, de köszöntünk, tudod, kezet fogtunk, de semmi extra ennyi igazából. Ugyanez volt a többi pártal is, hogy találkoztunk a választási irodában, a Hunyadi téren, aláíró pontoknál kezdett fogtunk, beszéltünk pár mondatot, és ennyi. Szóval másnak nem mondom rossznak a viszonyt, de nyilván nem megyünk el sörözni, meg nem vagyunk legjobb cimborák. A kerületben a fidesz és az ellenzéken kívül indul még a Hafel, vagyis hatodik kerület fejlődésért egyesület is róluk. Mit kell tudni? Ők civilek -e? Valóban van-e velük bármilyen kapcsolat? hogyan állsz hozzájuk? Hát a Hafe, ha jól tudom, a vezetője, ő, ő szoci volt uh, régen, aztán belekeveredett valami mutyiba a Fideszsel együtt, és ha jól tudom, akkor vagy lemondatták, vagy magától lépett ki utána az MSZP-ből, is azóta független. És uh, hát figyelj, én ahogy nézem uh, Facebookon, meg tehát online én a megnyilvánulásait, én igazából azt látom, hogy ő megrögzötten így a Sopronival le akar számolni. Most, hogy igazi civileke, én azt, azt úgy igazán nem mondanám. Én tényleg ezt látom az egészben, hogy, hogy van egy sértettség, és ezt akarja kompenzálni, vagy ezt akarja hely, helyre tenni. ennek a civil a vezetője. Szerintem, de tényleg nézek ilyen helyi adásokat a közgyűlésekről, Szerintem méltatlan néha, tehát hogy most akármennyire bírjuk-nem bírjuk a városvezetés, vagy az otthoni embereket, méltatlan néha a megnyilvánulása, én ezzel nem értek egyet, én ennyit tudok róluk, szóval de velük nem fogunk szövetkezni, az tuti. Tehát ő nem azok a fajta civilek, akikre nekünk szükségünk van. Ugye a hatodik kerület jellegzetessége az is, hogy az egész Budapesten talán itt az egyik legnagyobb a külföldi lakosság aránya. Őket hogyan lehet szerinted megszólítani? volt -e erre kísérlet a kutyapártos csapat részéről, meg egyáltalán így mi az, amivel legyük dolgod van szerinted neked a kampányban és utána? Most az merült föl, így a kampány során tekintve, hogy jártak az utcákat, hogy a lakásonnak a döntő többsége, hogy mész be egyre inkább a belvárosba, a külföldiek által lakott, akár Airbnb-ben, akár bérleményben, akár bejelentve, akár egyáltalán nem bejelentve, de Király utcában volt egy olyan ingatlan, kb. 50 lakás volt benne, és senki nem volt helyi. Szóval mindenképp van a Terézvárosban élő külföldiekkel dolgunk. Most adnán fel a kampány során, hogy a kutyapártos tevékenységeket esetleg angolul megjeleníteni nekik. Tehát angol nyelvű honlap, vagy a honlapon angol nyelvű információkat megjeleníteni, angol nyelvű szórólap, angol nyelvű matrica. Mert igazából bárkivel, akivel eddig találkoztunk külföld, és elmondtuk neki, hogy például az, hogy egyrészt tud azon, hogy vízpárt vagyunk, vagy hogy félig meddig az vagyunk, de például a kampányra szánt pénzt csak mi oda civileknek, tehát nem szortuk tele több ezer plakáttal a várost belőle, hanem megpályázhatunk civil egyesületeknek, bárkinek ilyenekről beszéltünk, vagy a közterület felújításokról mindenkinek tökre szimpatikus volt, és amúgy aki helyi bejelentett ott és találkoztam vele, és külföld volt, mindenki aláért nekünk. Egyébként, ami szerintem még ö, megoldandó probléma, az, hogy mivel Annyi helyi látványosságban van itt, plusz belvárosi kerület vagyunk, rengeteg a turista is. És persze sokan nem szeretik őket, viszont nagyon sokat hozzáadnak a helyi költségvetéshez, a helyi idegenforgalomban, és ezt én szerintem valamiképpen méltányolni kell, ha máshogy nem, akkor legalább ilyen ideiglenes parkolóhelyekkel. Tehát ez, ez egy, biztos egy megosztó ötlet, de szerintem van alapja, láttam már erre példát, például Tesszalonikiben, ahol vannak bizonyos parkolóvezetek, amiket mindig a helyi lakosok élveznek, viszont ha üres egy hely, akkor oda egy turista, tudod, csak bizonyos időszakokra oda parkolhat, és erre szerintem baromnak szükség lenne itt a kerületben is, főleg úgy, hogy a háború kitűrése óta meg nem csak turistákról beszélünk, hanem menekültekről, és szintén legalább arra pár napra még nem talált meg a szállásukat, meg a helyüket, addig szükségük lehetne egy ilyen megoldásra. És mi lenne az első előterjesztésed, ha bekerülsz a testületbe, ezen gondolkodtál -e már? Az, hogy az első mi lenne, az még nem, igazából több dolog van, de ha most azt kéne kitalálni, hogy az első mi lenne, akkor mindenképp ez a kiadatlan üzleteket, vagy kiadatlan önkormányzati tulajdon ingatlanokat kedvezményesen kiadni, civil egyesületnek, kisvállalkozásoknak. Nekem ez, ez lenne az első, milyen veszélyparipám, amit amin szeretnék végigmenni, vagy szeretnék elérni. Tehát erre meg kell nézni, hogy van-e kapacitás egyetlen az önkormányzatnak most foglalkozni ezzel, hogy valaki folyton ezeket megmutassa, feltöltse, ha nem feltöltött ingatlanokat a vagyonkezelő honlapjára. Ha nincs, akkor én például ezt szívesen csinálnám, és kidolgozni olyan szerződéseket, ami nekünk is jó, tehát karban tartja valaki azt az ingatlant, és másrészt meg neki is jó, hogy el tudja indítani a vállalkozását, tudja folytatni a civil működését, és vimi -vim szituációt létrehozni. És milyen együttműködést tartasz elképzelhetőnek a kerületet vezető frakcióval, vagy frakciókkal? ha mondjuk adott esetben te lennél a mérlegnyelve. Nem hinném, hogy, hogy én lennék a mérlegnyelve, bár szóval szerintem ott a Soproni eléggé maga biztosan nyer. Egyébként azt látom rajtuk, hogy valami nagyon-nagyon tartanak így tőlünk, ezt így nem mondják ide, de volt egy passzivista találkozó, amire elküldték egy jelöltjüket, én nem tudtam, hogy a jelöltjük, egy, egy addig ismeretlen srácot adatok, és később láttam, hogy ő a Sopronok egy jelöltje. Furcsáltam is, mert a passzivista találkozó után pár héttel több ott elhangzott dolog, programpont szerepelt a Soproni programjában. Azokban biztos együtt tudom működni, amik ott elhangzottak. Például ez a kedvezményes kiadás, szerintem erről lehet szó. Van a Diplomata negyedben a Városiget fasor, Bencúr utca. Bajza utca elején a közvilágítás az, az nagyon gyenge tehát néha életveszélyes. Ez konkrétan bekerült a programjában, szóval ezen is biztos tudunk együtt dolgozni. A köztisztaság is biztos olyan téma, amivel tudunk együtt dolgozni, meg a parkolás is. Tehát a, akár olyan területeken, mint az András út, ami nem a hatodik kerülethez tartozik ilyen szempontból, hanem fővároshoz tartozik, de talán ebben is együtt tudunk dolgozni és milyen utcai akciókkal, illetve egyéb ügyekkel készültök még a kampányból hátralévő időszakban? Hát ha most elmondom, akkor biztos lenyúlják a sopronék. Az <laughs> ebben kiindulva. Hát, egy konkrétan az, hogy ma kommentelt, ez pont nektek mondtam adás elő, kommentelt egy Facebook posztomra, és tényleg tök jól összefoglalta a szitút a András úti parkolást illetően, csak meglepett, hogy egy képviselő jelölt viccesnek szánt, szóval semmi támadó jellegű ilyen posztjár, így kicsit mind a magára vette volna, és, 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 egy polgármesternek péntek napközben van ideje ilyeneket válaszolgatni. Ez csak ön, hogy tett, mert az András úton ilyen parkolásos témában szervezünk akciót, van több olyan akár diplomata rendszámú kocsi, akár csak külföldi rendszámú, vagy magyar rendszámú autó, ami akár fél éve is ott áll, csomó büntető vagy lapos kerékkel, és mégsem viszi el onnan őket senki, vagy nem viszik el mondjuk megcsinálhatni a gumit, vagy valami, és ezennek az autónak akarunk tartani egy méltó megemlékezést, hogy köztünk voltak, és itt rontják az összképet, de akarunk, amiket említettem, félreelső utcákban takarító akciót szervezni, tehát viszünk magunkkal tisztítószereket, és fölmosunk pár utcát, buszmegállókat takarítani, meg városégeti fasor, Bencór utca magasságában, lecsíkokat, vagy amilyen formában világító eszközöket kirakni, hogy a legalább a zebrák jobban láthatóak legyenek, meg az útjelzőtáblák, valamint ezeket a, ezekről a kiadatlan üzletekről videót készíteni, legalább kívülről, vagy ezeket bemutatni, vagy ezekről hírt adni, hogy ezek igenis vannak, ezek iránt is lehet érdeklődni, tehát egyelőre ezeket szerveztük. Köszönjük hogy itt voltál, és sok sikert a kampány maradékához. Én is köszi, köszönöm szépen, sziasztok!